Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Melyik ajtó nyílik ki most számodra? Milyen lehetőségeket nyújt az élet? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Itt láthatóak a házak. Ez utalhat ingatlanokra. Ennek a vásárlása vagy eladása most nem jó, hiszen itt látható a felhő, valami még átláthatatlan, itt vannak a hamisságok, nehéz rendezni most az anyagiakat. Tehát egy változás, egy költözés jelenleg előnytelen. De egy későbbi időpontban lesznek itt megújulások, egy új kezdet, ezt jelenti ez a kislány, és akkor rendeződnek itt az anyagiak. Amit a házak még jelenthetnek, a te otthonod, a környezeted, mint például a szomszédok vagy rokonok, itt van a közelben a hamisság, valaki úgy figyelget téged. Azt is jelentheti, hogy a szülők és a gyermekek között vannak viták, mégpedig az anyagiak miatt. De légy távoltartó, és őrizd meg itt a büszkeségedet. Itt ez a kígyó jelentheti a megújulásokat. Itt lesznek most változások a környezetedben. Minden olyan hirtelen jön, amikor nem is számítottál erre. A kígyónál van gyakran gyógyító erő. Lehet, hogy ez a hivatásod, és hamarosan ez lesz nálad az új kezdet. De jelentheti a betegségeket is a környezetedben, hogy valaki beteg, és itt a múltban valami még átláthatatlan volt. Itt van a hamisság is, de hamarosan meg lesz itt a gyógyító erő, hiszen a kislány, ez a gyermek utal a megújulásokra, és itt a nap az élet erőre. A kígyó, itt ezen a képen lehet egy nő is, aki úgy figyelget téged, hiszen megjelenik a környezetedben. De lehet az ő volt társnője is, de itt a kasza elválasztja őket, tehát itt válás volt, vagy válás lesz. És a torony jelentheti a bírósági ügyeket, tehát a válást. A torony azt is jelentheti, hogy ő, ez a férfi, benne volt ebben a toronyban. Itt voltak korlátozások, nehézségek, ez olyan, mint egy labirintus, ahol ő keresett egy kiútat. De szerencsére megtalálta itt az útját, lezárta a tornyot, lezárta ezt a kapcsolatot, lezárta a hamisságokat, és más irányba tekint. És pontosan ez a kapu nyílik számodra, itt megvan arra a lehetőség, hogy rendezzétek itt az anyagi dolgokat, legyen egy közös életút, és mindkét gyermek utal egy új kezdetre, sőt, itt ez a kislány átnyújtja a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz, és itt tisztázódik, rendeződik minden. Ez eltarthat ugyan augusztus hónapig, de addigra kisüt a nap, rendeződnek a dolgok. Amit ez a kép még jelent, ez a testi kapcsolat, itt lesz közeledés, lesz egy új kezdet, és egy közös otthon, egy közös életút. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Tender Rá!